Üdv mindenki, akik újra ezt után, de ezen nem megtartom a második podcast videót. Bár szóval megint lesznek más fogtalan kérdéseket feltenni, és tiéd a szó. Hello, sziasztok! Itt Berki Péter, boldog új évet kívánok mindenkinek! Zoltán, mesélj valamit, hogy telt a múlt év? Egyáltalán nem jó. Nem volt jó. Akkor mesélj játékaidról, erről a Tomb Raiderről. Mit tudnál mesélni? Hát a Chronicles-ig el tudtam jutni. Na most ott ez a Curse of the Sword végét, de a Prophecy, Angel of Darkness, Anniversary, Legend Underworld. A szerencsém van, még idén belevágva. Még idén belevágva. És ez a új játék, az a Superhot. Na, azt kellett volna, a Noristak kívást kellett volna megnézni, az tökéletes végijátszás is első helyet foglalja el a top 10-ben. Hát nem véletlenül tettem az első helyre, meg öröm tombolás miatt is. Azt meg kellett volna nézni, megmondtam. Látod, sajnos vannak olyan emberek, akik nem hajlandóak nézni téged. Szerinted mi lehet ennek az oka? Már megmondtam, győzem találat nélkül. Mesélj erről az Assassin's Creed-ről, amit már nagyon régóta játszol, ha jól tudom. Ez egy történelmi végijátszások, ahol a létező karakterek inspired by historical moments, valami ilyesmi van ráírva még mielőtt. Például Rodrigo Borgia, Cesare Borgia, Al-Mualim, Charles Lee, meg a kalózok, mint Mary Reed, vagy Bartolomeo Roberts, aztán még ott van az a 7 éves háború, meg a francia forradalom, amiatt így gondoltam belvágok. Meg a Revolution-t nyilvánítottam az év végijátszásommal, mert a szultán téma. A szultán téma. Szelim, mert akkor ért még Szelim szultán, amikor háborúzott Ahmed herceggel. Ez így igaz. Ez a Professor Layton, az melyik játékod vagy? Puzzle. Puzzle-ket kell megfejteni. Nehéz puzzle. Last Factor-ben 170 van. Miracle Mass 150, Azra Legacy 165. Mindent meg akarnám fejteni. De elég nehezek ám. Jó kell gondolkodni. És ez a Far Cry? Már megfogadtam az intróban, hogy én akarok lenni az őskor bajnokkal. És hogy kell elérni azt a Primal-dal, mert be kell állítani Expertre, Survival Mode-ra és Permadeath-re. Ez lenne a tervem kivinni. Mert van egy érdekesség, amit találtam benne. A fejlesztők dicsérnek. Dicsérnek miben? Angol nyelven. Hogy gratulálnak, hogy megcsináltam. Nem vidék, mert sikerül, de nekem sikerül. Te egy elég jól szinten tudsz beszélni angolul, meg értesz is, igaz? Igen. Hát a játékunknak köszöntöm. És hallottam olyat is, hogy akarsz tanulni koreaiul? Vagy japán? Hát azt nehéz megtanulni. Az elírások, azokat is nagyon nehéz érteni. És hát csak kiejtések érthetőek ott, mint például most is tudom, hogy a visszáll a szájonára. És ez mit jelent? Most válaszoltam az előbb. Jaj, jó, nekem ez magas. És ez a AC Attorney. Ace Attorney. Igen, Ace Attorney. Hát ott kacogok a legtöbbet. Például min? Breakdown. Az mit jelent? Amikor a tettes letörik, mert úgy lebukott, hogy például úgy letörik, hogy üvölteni kezd, vagy van vicces dolog történik vele. Például az, amikor tojt a hattyú. És akkor mi volt? Nagyon kacagtam. Elhiszem. Vagy amikor az egyik tovagynak a gyereke meghúzta a bajszlet és lovagolt vele.
Tudom, hogy mit kaptál karácsonyra, azokat mikor szeretnéd kirakni, mesélj róla. Az egy kihívás a számodra? Hát ez úgy kell csinálni, ahogy a többi ezer dolgos passzok kirakás, de úgy, hogy négyszer. De az a könnyebb, mint az impasszivó passzol, hogyha egyesével veszem. Igen? És ha egyszer raknád mindet, összekevernéd mind a négyet és úgy kezdenéd kirakni? Hát akkor meg reménytelen az egész. Miért? Mert 4000, mert úgy 4000 lenne. És nem tudni, hogy melyik hova passzol. Épp azért lenne nehezebb a te feladatod. Pont. Ráadásul, meg hova tenném akkora? Ez egészet, hiszen azt mondom, csak 1000 darabos, meg 1500 darabos például, meg akár 2000 is. De hát egy 4000. Valóban nincs hely. Mesélj valamit, hogy mit tervezel idén. Lássuk csak. Mit akarsz elírni idén? Mik a terveid? Mik a nagy robbanások, amiket fel akarsz hozni a felszínre? Na, mondjad! Lássuk csak. Ezt is rendbe kéne tennem a laptopot, mert sajnos rosszul működik a billentyű. Mert szerintem a dupla vég állandóan idegesít. Le kell cserélnem a billentyűkét. Én nem erre kérdeztem rá hát, pontosan, hanem arra, hogy mit szeretnél elérni idén, mik a terveid? Hát annyi minden elérhetőségem van, de munkán kívül, hát nem tudom mit mondjak. Én te a YouTube csatornádon gondolom. Gondolkozom. Mik a terveid idén? Hát, a leállás biztosan nem, és mindjárt elérem majd a 2000-re, de akár talán ide elhetném a 3000-re videók számára. Akár 3000 videóm is lehet összesen. Idén? Ez nagyon sok idő belefektetés, energia. Hát ha csaponta úgy 3-at tennék fel, vagy 4-ét. Értem. És mondjál valamit arról nekem, hogy szerinted mi oka lehet annak, hogy téged ilyen kevesen néznek? Hát én már mondtam mindenféléket, rengeteg egy csodálatos dolgot tettem, de soha nem figyelnek. Mindig csak azt várják, hogy én figyeljek rájuk. Bármit teszek is. Tudod mi van. Mesélj. A múlt évben voltak rossz élmény, rossz pillanatok is, de voltak jók is, igaz? Na, jók azok nem hiszem, hogy történtek. Valamik biztos voltak jók a játék során. Én a játékot kérem, nem az életedet. Voltak. Az meg kell. Na, azt tettem fel az érre, amit meg kellett volna nézni. Azzal volt a jó élmény. Mert beírtam, hogy mindenik végijátszásai. A top 10-esnél, hogy például megjelte a világ leghosszabb Voidance csatáját, meg aztán az Ivan Vidi Bashi. Azt is meg kellett volna nézni. És nem nézni. Meg az Outlast 2-t, az halálnék. Megcsináltam a Superhot Nori Stark kihívás. Én... Na, azok a jó élmények. Elmondom, amit de melyik játékod én nagyon rajongok. Én nekem a legjobb játékod szó szerint az a Call of Duty. Hát tudom, mert sokat kéne bele foglalkoznom, de elég nehéz lesz. Hát most a Fire Star-t veszem ki. Hát eddig még 4 pályát megcsináltam. De hát nehézzel mindenki. Utána jönne a Call of Duty 2. Call of Duty 2. Hát én annak nagyon örülnék, hogy azt folytatnád. Hát de nem. Lesznek aztán extrém durva részek. Igen, lesznek. Hát... Még mesélj valamit, hogy mondd el azt az pillanatot, hogy mit akarnál
te elérni? Hát annyi minden elérhetőségem volt, de ellehetetlenítették az emberek. Hogy? Én Magyarország életet akartam korábban, de kiroptak azok a rohadék. A gyájcégből. Melyik gyárban próbálkoztál? Több helyen is próbálkoztam. Győrben, Tatabányán, Mosonszónokon. Nem. Székesfehérvár ott és Oroszlányon. Értem. És hogy azt akarom kérdezni, hogy a múlt évet hogyan fogalmaznád össze? Igen. Hogy fogalmaznád össze a múlt évben történéseket, ami történt veled? Igen. Nem állhatom azt jó élményé. A 2021-es év nyilvántam a legrosszabb évem. Igen. És melyik éved volt a legjobb? Hát már azt nem tudom megmondani. Hát az érettség nem tudom mennyire lehet annak menni, vagy talán a diploma a legjobb, de... Zoli. No. Melyik éved volt a legjobb? Talán az, amikor diplomám volt. Igen. Még valamit akartam tenni. Valahogy mostanában nem játszod a Need for Speed-et. Hát már egyetlen kivittem. A FIFA-t. Bizonyos végigjátszásokat pontos kivinni. Assassin's Creed-ből túl sok van. Amikor most viszont ki, azokban elég sok van. Nem gondolkoztál azon, hogy például az lát a hiba, hogy miért nem néznek téged, mert hogy nagyon hosszúk a videójaid, és egy embernek nincs arra idője, hogy nézzen téged két órán keresztül. Megmondom az őszintét, én is belenézek a videódban, most már nézlek 10 percig, 15-ig, most már nincs annyi idő. Mi állok, legalább 3 órás a végjátszása. De hát azt se nézik annyian, egész végig, ne gondold. Szerintem sokkal nagyobb nézettséged lenne, ha megkérnénk az összes követődet, feliratódat, hogy mondják meg, hogy mikor néznék itt még jobban, még többen, miket csinálna, milyen kihívásokat. Figyelj rám, hát kihívásokból hiába akarnád, hogy többet csináljak. Ha csak azzal foglalkoztam volna, nem lenne ez a videó. És néhány lehetetlen küldetés közülük. Például? 100 kilósul felmelni, telepátia az tényleg lehetetlen. Egy túlélni bizonyos veszélyes dolgokat. Például Al-Sultán Ninja. Hogyan teljesítne Ninja Warrior-ban? Például. Fertőző mindjárt, veszélyes, hogy így van. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy bemutatod a kis Larát kamerába. Miért? Hiszen meg nem az én gyerekem. Hát akkor is, hogy legyen benne ő is, akkor nagyobb lesz és bemutassa, amikor vele volt interjúd. Interjúzott veled, érte, mit mondok. Na? Amikor nagyobb lesz a Lara, meg tudjam neki mutatni, hogy Al-Sultánnal is volt videója. Be vagy ojtva? 2-szer. Mivel? Maximum. 10-szerrel. Nem fa 1000-rel? Ha úgy akarod ejteni? Most akkor az, hogyha igen vagy, nem? Már engeded? Nuszi, belemente. Megengedtál, Zoli? Mondjad, mit szeretnél, tessék. Csak azt akarom, hogy veled legyen egy videója, amikor nagyon lesz, úgyhogy ideállítom hozzá. Sí. Itt az első utánál van egy kis kislányka. Ne hadakezzünk, mert adnak elő. Jaj, de szív kis baba! Szultán! Nézd, nem magus! Ott a kamera! Szultán! Jaj, de szív kis baba! Ő neked ki? Szultán! Zolika nagybácsikája! Már ne bőfölj már! A nagybácsikája! A szultán! Igaz, Zoltán? Igen! Nagybácsikája vagy! Ne blöfölj, kérlek!
Mostoha nagybácsika, úgy mondva, igaz, Zolika. Jó, mondom? Inkább ne. Nem szeretek kisbabákat. Nem szeretek kisbabákat. Gyerekeket. Tudom jól, hogy szereted, már mondtad nekem nagyon sokszor, hogy imádod a kisbabákat. Igen. Mosolyog, Zoltán. Mosolyog. Sajnos. Én szeretném őket, de sajnos mindig gond van velük, ezért nem kell. Nekem adósságot is tudnak csinálni, hogyha nekem lenne gyerekem. Az a helyzet. Tudod, mit mondok neked? Hagyjuk a gyerek témát, én leszek olyan vagány, hogy kihívlak téged egy párbajra, és ha elfogadod el, ha nem, még gyáva lesz ő egy csak párbajra. Nézd, én elfogadhatom a sok párbajt, de én mondd meg, ugyan. Mondd meg mikor, hol, hánykor, és legyőzlek. Elszúrtál? Tudod, ez egy... Tudod, még el is fogadhatnám, viszont... De tudod, hogy másik videóban, úgy. Igen. Mondd be az időpontot, és élő videóban. A YouTube csatornán bebizonyítjuk az első párbajodat. Az első elszultán párbajt. Oké. Benne vagy? Mikor és hol? Mikor, hol, hánykor? Nem lenne jobb, hogyha inkább a videó kívül beszélnénk még. Mondd meg a terminust most. Mikor, hol, hánykor. Hadd lássák, hadd nézzenek, hadd jöjjenek akkor rája. Mondd meg az infot. Info kell. Na? Hát csak péntek, de még... De most hogyan ész rá? Én, akár máma éjfélkor is, holnap hát háromkor... Jobb lenne... Aludni. Igen. Így van. Nem, hanem... Pénteken 3 órakor, pontosan 15:00-kor az elszultán első párbaja lesz Berki Péterrel. És most szeretnék tőled kérdezni valamit, Zoltán. Egy találós kérdés. Jól figyelj. Rendben van? Hallottál. Mi az? 4 lába van, asztal, de nem szék. Asztal. Jó. Jó. Most te jössz. Ja, akkor fejezd be a következő viccben. Ha nézted volna viccet, akkor tudnád a kérdésre a választ. Képzeld, a múltkor felemeltem egy medvét egy ujjal. Felemelném egyszerű volt. Fejezd be a szöveget. Mint megenni? Felemelni egy medvét, egy ujjal. Emelni egyszerű volt, mi volt nehéz? Letenni. Egy ujjas medvét találni. Vannak. Nincs egy ujjas medve. Gumicukorka. Medve gumicukor. Egyes medvét gondoltam, az nem létező medve. Jaj, most akkor kérlek tőled valamit én. Mész az erdőben a vadásszal. Azt átfut előttetek, vagy nem, rosszul mondom, bocsánat. Megy erdőben a vadász és a buta az ember. És azt mondja, átfut előttük egy róka, megkérde a buta az ember, mi volt az vadász? Azt mondja, leszopsz, elmondom. Lecumiszta, azt mondta, róka. Mennek tovább. Átment előttük egy farkas. Mi volt az? Leszopsz, elmondom. Átment előttük. Lecumiszta, ahogy mondta neki, farkas. Mentek tovább, átfutott előttük egy maukán. Mi? Leszopsz, elmondom. Ez nagyon jó kérdés. Nem igazán, te maukán. Épp az volt a lényeg, hogy megkérdez, hogy mi. Én meg mondom, én vagyok a vadász, leszopsz, elmondom. Látod, milyen nagy vicc? Hát igen. Na, most élsz. Ha, így is legyen az. Mi Magyarország fővárosa, de úgy mondd el, hogy viccnek
legyen mondható. Budi WC. Buda és Pest. Ez volt benne a vízben. Igen. Most kérlek tőled, marad neked még egyet, jó? No. Jól figyelj rám. Mi az? Sok a szeme, mégsem lát. Sötét kamrába zárják. Nem. Sok a szeme, mégsem lát. Bőrit lenyúzzák, sötét kamrába zárják, lakomákon használják. Az eleje nem igazán világos. Sok a szeme, mégsem lát. Bőréből kihúzzák, sötét kamrába zárják, lakomákon használják. Elszultán. Nem. Nem, ló, biztos, hogy nem. Valaminek a húsa, talán disznó. Nem. Szabad a gazda? Igen. Gondolkozz. Elfutad. Mi? Szöllő. Sok a szeme mégsem lát. Hát, és a szöllőból. Bőréből kihúzzák, sötét kamrába zárják. Hát a bőr zavart össze. Így van. A bőr zavart össze. Mondjál még egyet te. Mikor vicces az a következő szövege? Hogy a mamutok kihalt. Nem tudom. Ha a mamutok ki. Ha a mamut mondja. Gyertek, sokan osztjátok meg. Elszúrtál, info. Hogy mit fog csinálni mostan? No. Interjú. El ne felejtsétek, holnap 15:00-kor indul a párbaj élő videóban. A YouTube csatornán Elszultán. Kérem, kövessétek. Megállj. Hát csak egy jót elfelejtettél. Az ilyesmi csak streamben működik. Az mit jelent? Már minden nézik őt. Mit jelent a stream? Hát amikor az kell internet, meg kell kapcsolni azt. De sajnálatos módon azért nem az alkalmazok streamet. Mert elcseszve. Mert folytonan cseszve, akárhányszor próbáltam. Én megoldom. Ha nem 15:00-kor lesz az élő videó, akkor föltöltsük és ígérjük, ez igen nagy párbaj lesz. A világ nem látott ekkora párbajt. Elszultán első párbajja. Már 80 néznek téged, Elszultán. Köszönjük. Bizonyíts be. Gyere ide. Köszönjük szépen. Ott van fönt 10-ben. Nem váltok bizony. Itt 9-ben néznek. Itt. 9. És itt is akarnak róla tudni, itt írják. Rendben. Köszönjünk szépen el. Köszönöm szépen ezt a kis beszélgetést, Szultán. 11-en néznek el, Szultán. Na. Oké, akkor most tényleg. Iratkozzatok be a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, és szóljon valaki, hogyha szeretne egy podcastot tartani velem. De... és próbál még személyesen összefutni velem. Jó van. Üdv mindenkinek, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Remélem sokan fogjátok követni az Elszultán csatornáját. Iratkozzatok fel, ne felejtsetek egy lájkot nyomni, és a párbaj következik holnap 15:00-kor, ne maradjatok le. Sziasztok!